Na, nosztok, ez most csak egy ilyen kis gyors bejelentő lenne a teljes rész előtt, hogy most hagytam abba az előző rész felvételét, és észrevettem, hogy egy dolgot nem csináltam meg, ez pedig a Golden Mega Folding, ezt meg akartam még felvételbe csinálni. Ez ugye egy külön tároló genyó, és én most szedtem egy csomó húst, amit ugye sütök ki, ezt viszem majd bányászni, és ehhez kellenek dolgok, méghozzá arany, kell gyémánt, kell wool, meg kell egy ládika, amihez kell fa. Úgyhogy azt fogom csinálni, hogy láda, aranyblokk, meg is van. Ez nem tartott nagyon sok ideig. Úgyhogy akkor következzen a bányászás, amit nem láttok, és utána a rész, amit már láttok, úgyhogy egy vágás. Na szevasztok, üdv mindenkinek, ez itt a Feed the Beast Infinity Evolve, nem tudom hányadik része, talán az ötödik. És történtek változások felvételen kívül, egyrészt csináltam egy ilyen Zafír páncét, mert elég sokszor meghaltam, másrészt nem tudom, hogy mondtam-e vagy nem mondtam, de craftoltam egy ilyen Golden Bag of Foldingot, amit meg is mutatok, hogy így lehet craftolni, tehát egy gyémánt, egy láda, csomó arany plusz 4 darab gyapjú, tehát az semmi. Akkor onnan kintről, itt a tájat kicsit normálisabb átalakítottam, onnan kintről, hogy a ládákból, én itt van egy pressure plate, pakoltam ide, és bányáztam is, meg a netherbe is voltam, glowstone-t meg nether quarcot szedtem, meg egy kevés draconiumot, illetve koboltot és ordite-ot, amíg el nem felejtem, ezeket beleteszem ide. Van elég láva a kemencébe. Ugye abból lesz a manúlium cucc. És itt is vannak még ilyen dolgok. Meg ugye blaze rodot is szereztem, illetve blaze powdert is. Az érdekes, hogy a sivatagban van ez a növény, ez a Kinder Pearl. És ezt tudod így átcraftolni blaze powderre, és akkor nem kell átmenni ugye a netherbe. Most viszont mit akarok először? Ja, még van mondani valom, az a mondani valom, hogy itt az LV, tehát az alacsony feszültségi dolgokat átcseréltem közepes feszültségre. Az alacsony feszültség az 256 RF per ticket tud közvetíteni, tudja fogadni, meg a kábel is vinni. Az MV ott írja fönt, hogy 1024 RF-et, és megcsináltam még egy csomó ilyen water wheel-t, és be is kötöttem. És ugye ebbe sajnos csak 100 000 RF fér, tehát ebből majd csinálunk nagyobbat. És ugye így hármasával kötöttem be, mert hármasával állnak össze. Viszont hármat meg nem kötöttem be, itt ugye a területet majd fel fogom tölteni vízzel. Csak nem nagyon volt rá, vagy volt hozzá türelmem, ugye mert ezt nekem kellett még kiásnom, mert nem volt elég hely. Viszont ehhez majd egy nagyon-nagyon-nagyon nagy tornyot akarok csinálni, ami tele lesz ilyen water wheel-ekkel, és 5x5x mondjuk 10-es vagy 15-ös water wheel pack vagy csomag lesz ott, és az elég sok energiát fog nekünk majd adni, amíg nem lesz extrém vagy big reactors meg ilyen dolgunk. Ja, illetve egy pár szenet beraktam ide, hogy legyen még kreozott, ha bár van elég sok alapból is. Mennyi manúlium? 19 ingot, oké, okay, az nekem elég lesz. Most viszont annyit fogok csinálni legelőször is, hogy kell nekem az a kristályos dolog, ami a ez, láva kristály, blaze rod, láva, oké, hol a lávás vödő? Igen, lámásodat kiöntöttem, már tudom, már emlékszek. Kell nekem még puskapor, kell blaze rod. Puskapor az... kettő darab, az nem lesz elég. Nekem volt csomó. Ha jól emlék, itt van. Oké. Kell a... hol a blaze rod? Itt van a blaze rod, meg blaze powder is kell. Mi kell még hozzá? Meg szén. Meg szén. És a lávát azt... amúgy... Köszönöm.
Lávát azt ide kiöntöttem, vagy kitettem ide egy blokkra, ha jól emlékszem. Ja, itt is van, franyó. És akkor felfejlesztem ezt az excavátort olyanra. Ja, meg itt ide tettem a crafting station, meg oda le a földbe, meg az ájat onnan ide áttettem, és ennyi történt igazság szerint. Én fogok csinálni, hogy ebből pont 4 kell, ugye? Ja. Ez az én szerencsém. Ebből csinálok egyet. Láva kristály, és azt mondom, hogy Toolforge. Ráteszik a láva kristályt, és elméleti síkon neki most 3x3-as területen égetnie is kell. Tehát hogyha én ide jövök, akkor ez az. Oké. Tehát az üveget már, vagy a homokot már nem kell égetni, hanem szerzünk üveget egyből, franyú. És ugye van még 2 modifier lehetőség ezen a excavátoron. Oké, következő dolog az lenne, hogy egy pár gépet még csinálnék. Méghozzá a legelső, amit csinálnék, az egy infuser, ugye egy töltő. És van ez az energy infuser, ez a Draconic Evolution. Ez elég gyorsan tölt, tehát sokkal gyorsabban tölt, mint ez a sima. Viszont egy csomó idő megcsinálni, és annyi drakóniumunk sincs. Úgyhogy ilyen simát fogok készíteni. És a machine frame-ből nekem a basic kell. Iron, tin, meg ilyen dolgok. Ugye mindenből van dögivel. Ja, egy pár szenet bent hagytam, abból grafitot égetett, de az majd kell ugye a Big Reactorsnál. És az urániumból érdekes módon ilyen urán port, nem pedig jellúriumot csinált, hanem uránport, az kiégette ilyen uránium ingotta, és ez már ott van solar panel, ami IC2-s dolog. Illetve, mert itt volt az elején bent flint, tehát kovakő, ugye voltak speciális droppok, ilyen volt a kő, és a követ először is, vagy ugye a cobblestone, azt először is kiégette sima stone-nál, az alloy smelter, az pedig kiégette ilyen circuit plate, ami nem biztos, hogy rossz, de nem kellett volna, na mindegy. Remeg a telefon, franyú. Illetve a Netherbe is voltam, és 2 Nether Diamond ingotot szedtem, vagy ort, azt ugye szegmillel megőröltem úgymond, és akkor kaptam egy csomó gyémántot, meg így volt a lap is, amennyi itt van, meg a szulfur is, ezek majd kellenek, és a lap is az ugye erre a csákányra kell majd. Még egy csomó. Hát nem egy csomó, mennyi kell rá? 55. Ja. Oké, most viszont mi azzal foglalkozunk, hogy először is kell egy ilyen tingír, másodjára tingír, azt hiszem, hogy a sarkokba kellenek az iron dolgok, igen. Na várjunk, egy arany, 2 silver, hűha, akkor kell nekem lead, arany, silver, még kell biztos egy csomó redstone is. Oké, kezdjük el, kell ugye egy redstone dolog, és mi kellett amúgy ehhez? 2 redstone, bocsánat. És 2 silver, redstone és arany, kellett egy redstone blokk, illetve egy ilyen redstone energy cell, és te mi vagy? Copper, aha. Tehát kell még réz, a rézből elég sok van amúgy, de ez milyen réz? Tönkre ez construct, ez pedig te már, ja, igen, mert ugyanúgy craftolott a mindenféle részfajta. Ez azért ilyen Tinker's Constructors már a kemencéből maradt még meg. Pont 2 kell, és elvileg te meg vagy építve, és akkor kell nekem az LV Wire Connector, nem MV-s dolog, tehát Medium Voltage, illetve az itt van, Medium Voltage, oké. Okay. Azt hiszem erre is rácsatlakoznak a dolgok. Azt mondom neked, hogy sehol se legyen semmi. Link, link. Tölti föl, franyó.
Ez azért lesz nekünk majd jó, később nyilván. Egy kis szenet égesen meg kell majd bennünk ugye a Big Doctors-hoz. Ez azért lesz nekünk jó, mert... Aha, nem nagyon bírja ez a pár Waterville pótolni az energiát, nem baj. Ez legalább ingyen van. Tehát ez azért lesz jó, mert később majd ugye itt az eszközökre én teszek aksit, hogy ne az eszköz romoljon, hanem az aksi merüljön le, és akkor ugye nem mennek tönkre az eszközök, hanem csak föl kell őket tölteni. Viszont ugye itt van vannak augmentek, tehát lehet ezeket a gépeket fejleszteni most már, ugye Monsterben nem lehetett, itt már lehet. Oké, következő dolog, lehet, hogy kicsit most előrébb megyek, mint amennyire kellene, de Upload Energetics 2, tehát az MR rendszeres dolog. Először is kell ilyen charge certificate, ami nem lesz. Ez üres, ide bedobtam véletlenül. Nem, akkor nincsen töltött Celtus kvarcunk, az nem olyan nagy probléma, mert... Last charge. Lehet, hogy olyan probléma. Lehet, hogy akkora probléma amúgy. Mert ezt csak találni lehet. Lehet, hogy akkor... Azt lehetne művelni, hogy... Vannak nekünk... Ilyen... charger... Flux kristály, oké. Okay. Csak ez is ugye charge Celtus kvarc kell. Az a baj, hogy... Fel tudjuk tölteni a Celtus kvarcot magunktól, az kell egy charger. Viszont, hogy ilyen... Purehoz mi kell? Flux seed made from flux dust and sand. Na, hagyjam a Windows 10-eddel. Most lét valami frissítés hozzá. Ugye múltkor is az előző csatornán volt ilyen Fidobis Infinite sorozat ott is. Ott nem nagyon sokáig jutottam, mert annyira még nem nagyon ismert a modokat. Ott ugye tudom, hogy az a Vibration Chamber, ezzel lehet ilyen energiát termelni, amit AN-nek hívunk, ez ugye az Applied Energetics-es energia. Vannak ugye ezek az egyre nagyobb energy cellek, és ilyen energia kell ahhoz, hogy ebből a Crystal Grow Accelerator-ból ugye egy blokkra teszel vizet, négy ilyen Crystal Grow genyót köré teszel, azokat föltötöd áramban, és akkor a vízbe kell beledobálni mondjuk a dolgokat, itt flux seed, tehát flux seedet kell beledobálni, amit ugye flux dustból és homokból pyrolyzed water, tehát egy ilyen kis blokk vízbe. Most viszont aludjunk. Hát akkor lehet, hogy át kellene gondolnom, hogy mit akarok ebben a részben csinálni. Igazság szerint én ilyet szeretünk csinálni. Előbb próbáljuk ki amúgy, hogy nincsen charge. Nem nagyon lesz. Direkt figyeltem, hogy jó helyre tegyem a dolgokat. Nézzük már meg, hogy simán van működik-e. Ha már hogyha a recept nem írja, akkor valószínűleg nem fog működni simával. Ja, nem működik simával. És ezt fel tudom tölteni? Nem. Amúgy rájöttem, hogy mik valóak ide. Van ez a double layered ez capacitor, és increase energy storage and speed range of machines. Ja. Vagyis az ugye az Ender Eye-hoz jó. Ebben a thermal expansion, nem tudom mi való, de az Ender Eye-hoz ide lesz. Általában ilyet szoktak tenni. Van ebből egy gyengébb, ez a... Nem, van ez az oktadik, ez a legjobb, és ez a közép, vagyis ez a gyengébb, ugye a basic-et nem tudod oda rakni, csak ezt, meg a oktakitok, vagy hogy kell kimondani. A rohadékpók az mindig ott van fenn a háztetőn. Hello. Oké, tehát sok
Üveget már tudok szerezni. Pedig akkor nekem csak annyit lenne, annyit kellene csinálnom, hogy ilyen charge celtus kvarcot szerzek. Szemet normet, hogy expect is. Igen. Tehát ugyanolyan gyakori, tehát ugyanolyan gyakran jelent meg, mint a sima celtus kvarc, tehát ugyanolyan gyakran található, kivéve hogy ez így sparkles, tehát ez így villámlik, úgymond. Oké. Következőt fogom csinálni. Van itt modifier? Nincs. Azt fogom csinálni, hogy fogom az alumájtot egyrészt, illetve fogom a sok lapist, vagyis hát annyi lapist, amennyit tudok, annyit megfogok. Ez mit csinál? Lapist sárga, az aztán nagyon kellhet nekem. És először is ezt a csákányt, ezt kicsit felturbozzuk úgy, hogy először is megjavítom. Másodszorra pedig rápakolom ezeket a dolgokat, hogy hárma szerencsével, hogy hárma szerencse legyen rajta. Lap is 450x450, flanyó. És ide betettem valamit, amit nem kellett volna? Nem. És most az lesz, hogy vágok egyet, és emlék egy nagyon, nagyon gyors kis bányászásra. Úgyhogy egy vágás. Nos, meg is történt, hát kb. 3 percig tartott. Most már van 12, ugye nekünk 2 kellett, hogy tudjunk csinálni egy töltőt, és akkor ugye azzal már tudunk csinálni itthon többet. Úgyhogy most pontosan annyit fogok művelni, hogy van ez a charger. Mi ez a wireless? Nem tudom, majd utána kell nézni. Kell ilyen Fluix dolog. Celtus Quartz, Nether Quartz, Reston, Dust and Pen. Oké. Tehát egy Reston, abból legyen inkább 6 plusz 6 Nether Quartz. Plusz ugye a fele, ezt ne tedd vissza, plusz ugye a fele annak a dolognak, ami nekünk kell. Így mi? A víz az itt van. Hadd olvasom el még egyszer, bocsánat, hogyha segít. Egy töltött certus quartz, nether quartz, és rest on dust, into pedül, next another, wait a moment, receive, okay. Tehát itt nem kell tölteni semmit, hanem azt mondom, hogy 6, igen, ez egy villámlik is, franyó, ebben van 12 flux kristályunk, és vas az itt van bent, jól emlékszem, igen, itt van bent, tehát azt mondom, hogy egy töltő szerintem bőven elég. És még azt is akarom mondani, hogy hova tettem a MV, illetve MV, és szerintem ez is elfogadja ezt az energiát, nem tudom amúgy, de szerintem elfogadja. Hát vagy nem. Hát ez szobás, nem fogadja. Akkor azt fogjuk csinálni, kell egy energy cell. Méghozzá a hardenedhez már invar kell, akkor sima legyen redstone, amihez sok rész, led, vas, redstone. Ja, akkor meg üveg. Természetesen a üveg az nagyon sok kell majd. Természetesen egy ilyen elektrum, basszus, még jó, hogy abból van valamennyi. Hol az elektrum? Az fel. Hol az elektrum? Én használtam valamire elektrum, abból még maradt. Vagy maradt kellett volna. Basszus.
hogy a szart mit csinálom. Gold és silver pour. És ugye azt mondom, hogy gold és silver. Most azt beledobom oda. De nekem... ez. Ölój. Sanyu. Egy kevés elektromot. Ez az. Nagyon kevés elektromot akkor csináljon nekem. Ebből is kell majd több ebből a elektromos cuccból, tehát no probléma. Oké. Okay. Csináljunk egy olyat. Igen, nem fér föl, tényleg. Csináljunk egy olyat, hogy te ott fölfele kapod az árót. Úgy csináljuk azt, hogy fanyó. Oké, okay, és mondjuk... mondjuk ott jobb oldalt adod le, az jó lesz nekünk. 18, jó. Már fölni szólni van, úgyhogy már elvileg nem kellene csinálni elektromot, oké. Okay. Következő dolog, az ilyen kábel lenne. Méghozzá... Nem kábel, bocsánat, conduit. Conduit. Aha, és a simák azok hol vannak? Sima energy conduit, az merre jár? Termál... ezek... hogy? A flux duct. Öcsém, beszarás. Restore energy, ezt fel kell tölteni, ilyet még később. Hardened. Az megint invár kell, oké. Okay. Ebből csináljunk egy hatot. És neked már... ajaj. Bocsánat, a telefont eldobom az ágyra. Franyom. És azt mondom, hogy... ez most ugye kap energiát, nagy tök jó, fasza. Ennyi volt. Hol a... itt van a 7 charge volt. Tölti föl. 8. Igen, ez is szépen megy. Ó, fanyom. Akkor... ja, azt mondom neki, hogy... kell 2 hopper. Vas az van nálam, már csak... fa kell, nem is olyan nagyon sok. Hogy én... azt mondom, hogy hopperrel ezt meg lehet oldani, akkor ti mit mondtok rá? Azt, hogy hülye vagyok? Nem tudom, még nem nagyon automatizáltam ilyet. Szerintem hopperrel meg lehet oldani. Hmm. Oké. Okay. Celtus kvarcot tegyél bele. Hova tűnt a... ide tűnt. 3. Uh-huh. 4. Oké, okay, Franyi, ezt meg lehet oldani simán hopperre. Nagyon fasza. Akkor mi a következő? Kukac... öpp. Ugye én emerendszert akarok, tehát ez nem dolog. Kell egy ilyen iránytű. Méghozzá azért kell egy ilyen iránytű, mert most már ilyen nyomólapok vannak. Ez meteor iránytű, ez jelző, hogy merre van meteor. Le kellene pakolni néhány hülyeséget, ami nem nagyon kell most nekem. Lehetőleg nem próbálok, vagy nem ércet próbálok lepakolni, hanem ilyen hülyeségeket. Mindjárt megnézzük amúgy, hogy, hogy jó fele mutat ez a dolog. Méghozzá úgy nézzük meg, hogy... hol a kaja? Mit a kaja? Úgy nézzük meg, hogy elmenjünk arra az irányba. Ja, észrevettem egy dolgot. Nem muszáj chunk loader, hanem megnézzük az elbet, itt van ilyen, hogy claimed chunk. És itt vannak ilyen dolgok. És ezt be lehet jelölni. És akkor szerintem ezek itt betöltve maradnak. Jobb klikkelünk, akkor ugye kitöltődik, de ez maradjon meg betöltve. Szerintem ez itt betöltve marad. Refresh, unclaim. Oké, okay, és ugye megnézem még egyszer. Oké, okay, tehát nem muszáj chunk loader. Ezek szerint. A térkép az mennyire van felfedezve?
Szinte semennyire. Akkor legyen az, hogy... úgyis itt hagyom. Hogy csánkokat klémeljen. Legyen az, hogy kap még egy keveset. Franyó, akkor ezt tudjuk automatizálni. Oké, ez így nagyon jó. Sok ilyen charge-olt Certus Quartz kell majd nekem. Mondjuk ez alumájt, az rendben van. Ugye nem minden csár, ugye ez ilyen meteorhoz vezet, ami Skystone-ból van, és a Skystone-t nem minden csárkány tudja szétütni. Azt hiszem a gyémánt, illetve a fölötte lévő szintű csárkányok tudják csak szétütni, vagy kiszedni. Nem tudom, hogy fogalmazzak, de megértitek nyilván. És az alumájt az ugye egyel van fölötte, a manúlium pedig kettővel, és majd manúliummal fogjuk upgrade-elni. Hát nem upgrade-elni, hanem manúliumból csinálunk még egy csákányt. Ja. Az a nagy terv. Valamikor egyébként ez össze-vissza forgolódik nálam, legalábbis már volt olyan. Például most. Látjátok, össze-vissza forgolódik, és nem tudom miért van ez. Tehát ez bug, vagy valami hasonló. Akkor szokott ilyet, amikor ott vagyunk a meteornál, de most nem vagyunk ott a meteornál, mert itt nincs meteor, vagy nem tudom, hogy hullik-e meteor, vagy ilyesmi. Most ide jövök, elkezd forogni össze-vissza. De igen. Hát itt nincsen meteor. Lehet, hogy a vízben mondjuk az nagyon úgy néz ki, mint hogyha valami meteorszerű lenne, csak ugye nincs. Erre fel tudok állni? Nem. Nincs víz alatti légzésünk. Az lehet, hogy egy meteor ilyen szabályos, félkör alakú valami. Viszont ez még mindig arra mutat. Megvan ez kergülve. Azt megnézem, és hogyha nem, akkor pedig vágok egyet, és megnézzük, hogy találok-e felvételen kívül. De szerintem találni fogok felvételen kívül. Lehet, hogy ez olaj. Nem tudom. Nézzük meg. Hogy a Skystone fog kiírni, akkor ez meteor. Nagyon félkör alakú. Nem tudom, hogy most láttok-e valamit, vagy nem. Abyss Skystone. Ez nem meteor. Ugye nem halok meg. De meg fogok halni. Hallod, megfulladtam a vizet. Oké, akkor egy vágás.